Kisdiákokkal és óvodásokkal érkezett az autóbusz szerda reggel Visnyevácra. A gyerekek nem mertek átkelni az úton, hiába a gyalog átkelőhely, az autósok nem lassítanak. A helyi óvónéni minden reggel saját testi épségét kockáztatva áll az út közepére, hogy megállítsa a forgalmat, amíg a gyerekek átkelnek az úttesten. Vannak, akiket szülei kísérnek el az iskolába, hogy ne érje őket baj a forgalomban. Natasa egyedül jár iskolába. Ő alaposan megtanulta, hogy menjen át az úton anélkül, hogy baja esne. Kada idem od kuće, kada krenem, idem desnom stranom puta i kada dođem do pešačke do zebre, pogledam levo, desno i levo i smireno i saloženo pređem kolovoz ili put. Az iskola dolgozói arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy a gyerekek szünetben se szaladjanak ki az utcára. Veszélyes, veszélyes. Nagyon-nagyon gyorsan hajtanak, nem figyelnek. Mi vagyunk azok, akik nagyon odafigyelünk. Hosszú ideig négy fekvő rendőr lassította a forgalmat a faluban. Az útakadályokat azonban a lakosok kérésére felszedték. A helyiek arra hivatkoztak, hogy zavarja a nyugalmukat, és kárt tesz a házukban, amikor a teherautók átgázolnak rajtuk. Ovo su stare kuće uglavnom, tu su osjetili meštani i pucanje zidova, obraćali su se i komunalnim inspekcijama povodom toga i na kraju je donešena neka odluka da se skinu i zamene sa gumenima koji su postavljeni, ali oni više nisu znači, u funkciji pošto su upropastili ali vremenom korištenjem. Ide voltak kihelyezve a fekvőrendőrök, most már azonban csak tábla jelzi, hogy a sofőrök lassítsanak a településen, azok azonban nem tartják be a sebességkorlátokat. A megszabott sebesség átlépése esetén legkevesebb 5000 dináros büntetés jóható ki a járművezetőre. Indokolt esetben a vezetői engedélyét is elveszítheti a szabásértő sofőr, sőt több 10000 dináros büntetése is számíthat a vétkes. Az új fekvőrendőrök kihelyezési időpontjáig esetleg a fokozottabb rendőri felügyelet lenne egy megoldás. Legalábbis akkor, amikor ugye az iskolások fejezik az iskolát, vagy reggel korán, mikor mennek az iskolába. Szabadka város építési igazgatóságán megtudtuk, amennyiben indokolt az új fekvőrendőrök kihelyezése a faluban, megindítják a közbeszerzési folyamatot, és mielőbb megpróbálják orvosolni a problémát.